I mean, look, first of all, I think everybody didn't expect us to be in this position at the start of the season. We had hopes for the playoffs and, you know, winning a championship. It is what it is, but today was a must-win. Like we all said in the locker room, everybody was focused, and I think for 40 minutes, we did that as a team. We gave all we had. A lot of guys were hurt, myself included, but we gave everything we had, and I think today we showed how much this club means to us. And thankfully, we won, so now there's a little bit less stress, but, you know, we still have two games to go. Hopefully, we can finish off strong, but very happy we won. That's all that matters. Thank you very much. Yep. Tamás, neked is nagyon gratulálok a mai győzelemhez. Hát mint hogy a védekezésben egy kicsit jobban összekaptuk volna magunkat az elmúlt meccsekhez, és ez nagyon fontos volt a csapatnak. Hogy látod a mérkőzést? Ahogy Niko is mondta, ami a legfontosabb az, hogy megvan a győzelem, és ezzel megvan a bentmaradás. Én nagyon büszke vagyok a csapatomra, mert olyan karaktert mutatott, és olyan hozzáállást, nyilván nem tudják sokan, hogy játékosok hogyan, milyen sérülésekkel vállalták a mai játékot, gyakorlatilag kockáztatva a további karrierjüket, úgyhogy tényleg le a kalappal előttük. Nyilván nem így terveztük az év elején, hogy a harmadik fordulóval a vége előtt kell játszanunk a bentmaradásért. Ez így alakult, megoldottuk, tényleg nagyon örülök neki, és két meccset próbáljuk becsülettel az egészséges játékosokkal majd lejátszani. És a Kaposvárnak pedig sok sikert a folytatásban. A szurkolóknak pedig nem lehetünk elég hálásak, hogy ebben a helyzetben is itt voltak, ennyien itt voltak, és szerintem sok helyen a play-offba nincs ilyen hangulat, mint ami ma volt itt a teremben, úgyhogy tényleg nagyon nagy hálával tartozom nekik. Köszönöm szépen!